nagy, kettétört szikla az ország szétszakítottságát jelképezi. A harang pedig az összehívást. Az 1920. június 4-i békediktátum aláírására emlékeztek a Nemzeti Összetartozás napján a trianoni emlékműnél megjelentek. 2010-ben az országgyűlés június 4-ét a békeszerződés aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Évről évre ezen a napon megemlékezünk a szerződés aláírásáról, melynek következtében hazánkat megcsonkították. A tények sajnos közismertek. Hazánk területe 325 ezer négyzetkilométer helyett 93 ezer négyzetkilométer lett. Több mint 20 milliós lakossága pedig 7,6 millió főre csökkent. De Magyarország nem csupán területének kétharmadát veszítette el, a felsorolás mutatja a további veszteségeket. Hanem a gazdaság fejlődéséhez és az iparhoz szükséges nyersanyagokat is elvesztette. Idegen államokhoz kerültek a híres sóbányák, aranybányák és a legtöbb ércbányánk. Elvesztek az építkezéshez létfontosságú hatalmas erdőink. Farkas Kristóf beszédében kiemelte, nem szabad azt hinnünk, hogy a járságot nem érintette Trianon. Tisztában kell lenni azzal is, hogy voltak olyan elképzelések, melyek hazánk határait sokkal jelentősebb mértékben kurtították volna meg. Abban a verzióban térségünk egy még parányibb Magyarország határa lett volna. Végül egy kevésbé keserű, de ettől még rendkívül fájdalmas pirulát kellett lenyelnünk, ami sokaknak jelentette a lakóhelyük elhagyását. Sokan közülük itt találtak otthonra, itt telepedtek le a járságban. Ezért Trianon tragédiája máig hatással van a jászok életére is. Legyen úgy, mint régen, hogy ne legyen a magyarnak, hogy ne legyen a magyarnak sem dolmányán, sem jó hírén, sem Pócs János, a járság országgyűlési képviselője beszédében azt mondta, Trianont legfőképpen magunkban kell legyőznünk, és azon kell elgondolkoznunk, mit is jelent számunkra az összetartozás itt, az anyaföldön, és mit jelent a határon túlélő testvéreink számára. Hányszor, de hányszor találkoztunk már olyan történetekkel, barátokkal, hogy milyen szinten voltak hosszú évtizedeken át, és olykor még napjainkban is megalázva a határainkon túlélő magyarok. Számunkra magyarul beszélni természetes dolog. Őket üldözték, ha magyarul megszólaltak, és titokban hallgatták a magyar himnuszt. Mindezt azért, mert maradtak, ahol születtek. De a határ átlépett rajtuk. Felhívta a figyelmet arra is, azon is el kell gondolkoznunk, hogy talán soha nem volt még annyira szükség az összetartozásra, az összefogásra, mint napjainkban, amikor több mint 100 országból indulnak el egy hátizsákkal Európa és hazánk irányába. Őket idézve, nem akarnak ők mást, teliszülik Európát, ezzel megdöntik keresztény hitünket, elfoglalják Magyarországot, és ha most nem értjük meg annak a jelentőségét, hogy mennyire fontos a nemzeti összefogás, akkor elveszhetünk. A honatja gondolatai végén hangsúlyozta Trianon, nem a haragra és a bosszúra kell, hogy szólítson bennünket, hanem az összefogásra. Ennek jelképeként a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit a trianoni emlékmű lábánál.